numero forog? Csapó 1. Márciusban szigorítások voltak, már akkor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogyha jön majd egy második hullám, akkor hogyan tudnánk a fiatalokkal fenntartani a kapcsolatot. És így jött most ősszel az ötlet, hogy milyen jó lenne karácsony kapcsán egy ilyen online adventi kalendáriumot létrehozni nekik. Mivel offline nem tudtunk velük találkozni, ezért szerettünk volna online módon ezt a találkozást valamilyen formában pótolni. Igazából ezt az egészet úgy kell elképzelni, mint egy igazi online adventi kalendáriumot, amit minden egyes nap kinyitsz, és van benne valami kis meglepetés. Ez volt az alapkoncepció, és mi azt találtuk ki, hogy egy kis videókat, vlogokat rejtenénk minden nap el a Facebook oldalunkon, Instagram, valamint YouTube csatornánkon, és ezeket a fiatalok kinyithatják, megnézhetik, és ezeket a tartalmakat karácsonyhoz kapcsolódó, adventhez kapcsolódó kis sztorikkal, vicces jelenetekkel töltöttük meg. Valami olyasmit szeretnénk létrehozni, amiben az igazi üzenetet, a karácsonynak az igazi üzenetét is közvetíteni tudjuk nekik, mert az köztudott, hogy az offline center egy keresztény center, és szerettük volna azt üzenni a fiataloknak, hogy azért tényleg a karácsonynak több jelentősége is van, és ez pedig nem más, mint az, hogy Jézus Krisztus megszületett, és ezt ünnepeljük ilyenkor. Kezdem is. Az elsőhöz nem kell más, mint 4 üveg pohár. Én egy ilyen krétamarkert használtam, és azzal rajzoltam meg a poharakat. Igazából Szentendre városa akar lenni, és hogyha jobban megfigyelitek, Balázs ezt majd vág be, ott van az offline center is. A poharak közepében néhány toboz dobtam, de igazából használhattak karácsonyi díszeket is. Annyi a lényeg, hogy beférjen a búra alá, a pohár alá, és a tetejére tettem igazából 4 gyertyát, és bum! Csapó 2. Az offline volt az első, ez volt a program, amivel elindultunk 15 évvel ezelőtt, és 4 éve, 2016-ban csöppent be ez a képbe, hogy legyen egy center is mögötte, azaz legyen egy olyan hely, ami már állandósult, és ezt erre igazából a város kért fel minket, hogy közhasznú tevékenységként végezzünk egy olyan ifjúsági munkát, egy olyan családbarát munkát, amivel jelen lehetünk a városban. Jó dolog megmutatni, hogy kereszténynek lenni menő, kereszténynek lenni jó, és lehet fiatalos is, nem csak szakállas dolog lehet a kereszténység, és ezért is indult el az, hogy ezt nekünk meg mutatunk Szentendrén is. És azóta már nem csak Szentendrén visszük ezt az örömhírt, hanem az offline-nak a mottója, hogy hálózaton kívül kapcsolatban maradni. A videóinkon túl nekünk az egy nagy előny, hogy azért minket ismernek személyesen is. És ez a személyes kontaktus, ez meg tudja őket abban erősíteni, hogy ez hihető, amit mondunk, és elhihetik. Szevasztok! Ez itt az adventi kalendáriumnak az első epizódja. A mai részben valami könnyen emészhető témával készültünk nektek, úgyhogy egy jó karácsonyi látszét fogunk elkészíteni, szépen kidíszítve, meg minden pacek lesz. Tartsatok velünk! Csapó 3. Úgy kezdődött az egész, hogy készítettem egy videót egy budapesti ifjúsági konferenciára, és anyukám ezt megosztott a Facebookon, és a János
írt rá kommentbe, hogy nagyon jó lett, és aztán egy pár nappal később, mivel volt egy megüresedett hely, és kerestek egy munkatársat, így rám gondoltak, hogy ilyen multifunkcionális embernek felvesznek, hogy nem csak itt a pultban van, mert úgy szellemiségében passzoltam a helyhez, hanem hogy tudok az ilyen közösségi médiás felületekben is segíteni nekik, és fontosnak tartom a célt, amit az Offline Center képvisel. A másik motivációm pedig hát egy elég egyszerű dolog, hogy jól érzem magam ebbe a csapatba, és jókat szórakozunk itt a forgatások alkalmával, úgyhogy igazából a munka része számomra leginkább a vágásnál kezdődik, ami addig történik, az igazából csak egy ilyen jóféle időtöltés. Sziasztok! Hogyha követitek az Offline Centert a Facebookon, akkor lehet, hogy találkoztatok már vele, hogy idén is gyűjtjük a cipőzsobozokat, amiket rászorulóknak juttatunk majd el karácsonyra. És hogy hogyan is lehet egy ilyen dobozt elkészíteni, azt a mai videóban megmutatjuk nektek. Az első és legfontosabb lépés, hogy keressetek egy cipősdobozt. És döntsétek el azt, hogy egy fiúnak vagy egy lánynak szeretnétek készíteni. A következő lépés nagyon egyszerű, meg kell tölteni ezt a cipősdobozt, és most kinyitjuk, én egy lánynak készítettem el ezt a cipősdobozt, ezért lányos játékokat tettem bele. Csapó 4. A Szentendrei Baptista gyülekezetbe járok, és ugye a Szentendrei Baptista gyülekezetnek egy missziós területe ez az Offline Center, és Barbarics Péter, aki elkezdte ezt az egészet vezetni, én felé jelentkeztem, hogy hát szeretnék becsatlakozni, de szeretnék ezt a missziót én is itt folytatni, és akkor egyszerre lejöttem ide, találkoztam vele, megmutatta, hogy mit, hogy kell itt csinálni, és hát akkor így csöppentem ide, és így kezdtem el itt dolgozni. Minden napra csinálunk egy videót, és minden videónak van egy különfajta témája, és akkor ezekben veszek szerepet, beletosztva, hogy minden ember mire lenne jó. Én például volt, hogy a karácsonyfa díszítésben, hát így különféle napokra lettem beosztva. Teraszon, kint a dobozban találjátok ezeket a cetliket meg tollakat, amire írhattok különböző üzeneteket akár nekünk, vagy egymásnak, úgyhogy mi most írunk is nektek egy pár üzenetet.